A szerencse próbáló királyfi. Volt egyszer egy királyúrfi. Ez a királyúrfi azt mondta az édesapjának. Felséges apám uram, én elmegyek szerencsét próbálni, de engedje meg, hogy elvigyem magammal az én öreg szolgámat is. Azt feleli erre az öreg király. Én nem bánom, édes fiam, menj el, s vidd a hűséges szolgádat is, csak az életedre ügyelj. Fölkészülődik a királyúrfi, s jó hajnalban elindulnak. Mennek, mendegélnek, s hát egyszer egy nagy rengetegbe érnek. Abban a rengetegben találnak egy forrást. Mellé megtelepednek, és elé veszik a tarisznyát, hogy egy kicsit falatozzanak. Hát amikor az ebédet elköltötték, jő egy kicsi emberke, akinek hétsínges volt a szakálla, s a vállán egy mázsás botocskát cipelt. Ez a kicsi emberke csak beleszökik a forrásba, s eltűnik. No, mondja a királyúrfi, megyek utána, mert ez biztosan a tündérországba ment. Te pedig, öreg szolgám, menj vissza, s mondd meg az édesapámnak, hogy hova ment. S ha egy esztendő múlva vissza nem kerülök, csináltasson nagy temetést az emlékezetemre, mert akkor tudom, Istenem, hogy nem leszek élők között. Azzal beszökik a forrásba, nagy hirtelen lemerül, s hát egy szempillantásra egy gyönyörűséges szép réten találja magát. Ezen a réten volt egy aranyvár, de az egész fekete gyásszal volt bevonva. Találkozik egy emberrel. Kérdi, hogy miért vonták be a vár a talpik feketébe? Az bizony azért, feleli az ember, mert a városon kívül van egy tó, s abban lakik a hétfejű sárkány, akinek minden áldott nap egy leányt kell adni ebédre, különben az egész várost elpusztítja, meg még a föld színéről is. Most éppen a királylánya került sor. Senki nem ajánlkozik megmentésére, pedig aki megcselekedné, ugyan boldog lenne. Neki adná a király a leányát, s mellé a fele a királyságát. Gondolja a királyúrfi, hogy ő bizony szerencsét próbál. Egy élete, egy halála, ha eddig él, sem engedi meg, hogy a királylányát a sárkány bekebelezze. Hát csak ugyan ő a király kisasszony fekete gyászruhában. Merette a porokbál. Sem a várból, sem a városból nem, mert senki lélek velünk jönni. Csak úgy messziről húzta a 12 banda a szomorú marsat is. Mikor a tóhoz értek, a hétfejű sárkány már ott hemedezett a tó partján, szörnyű hét száját tátotta, s úgy várta az ártatlan leányt. De csak úgy odaszökött ekkor hirtelenséggel a királyúrfi, felöleli a király kisasszonyt, egy-két lépést odébb teszi, s neki a sárkánynak. Hely, szegény világ lett itt verekedés! Csurgott a verejték mindkettőről, mint a patakfolyás, hanem a királyúrfi nem hagyta magát. S hat fejét le is vágta a sárkánynak. Aj, szegény egy feje! Ha könyörgött a sárkány, hogy ne ölje meg egészen, hagyja meg azt az egy fejét! A királyúrfi bizony nem engedte a hetedik fejét is levágta a sárkánynak. Mikor ezzel is kész volt, odafutott a leányhoz, s azt mondta neki. Felséges királyasszony, most menjünk haza apádhoz, hagy örüljön. No, lett hét országra szóló vendégség. Olyan kedve is volt minden léleknek, hogy csupa gombos tűkön táncoltak. Aközben eltelt egy esztendő, s a királyúrfinak eszébe jutott, hogy neki haza kéne menni. Hat lovas hintóba ült, feleségestül, s úgy kihajtott a forráson, hogy meg se vizesedett senki, semmi. Hát mikor kiérnek, az apja ott várja egész udvar néppel. Volt öröm. Szinte megették egymást, hazamentek, nagy vendégséget csaptak. Azután tojáshiba keredettek. A küllőre ereszkedtek. Holnap legyetek ti a vendégeik.